talán nem veszett tolakodásnak a kérdést, hogy hogy vagy, hogy szolgál a kedves egészséged. Hát köszönöm szépen, most már jól. A nagy meleg gondom téged is megviselt. Igen, meg voltak egy-két apróság, magas vérnyomás, cukor. Ja, hát ez mondjuk ilyen íróbetegség. Hát igen, gyógyszert azért vicceltem, de úgy látszik a volt rendőröket is eléri ez. Egyáltalán hogy döntöttél és mikor döntöttél úgy, hogy zsaru voltál, de mostantól írásnak szented az idődet? Vagy miért történt ez a fordulat? Hát addig is írtam. A főkapitányságon, a főkapitánynak a jelentéseket én írtam. Hát jó, az nem ugyanaz, mint egy könyv. Megírtam tanulmányt a cigányok helyzetéről. Ez ilyen szociográfiai? Igen, ez egy 130 oldalos anyag volt. Le is hozta a belgi szemlap az időben, tehát ez a szakmának készült. Nem is tudtam, pedig rengeteget beszélgettél már. Igen, viszont igen. A tényleges könyvírás az hogy kezdődött? Hát az úgy kezdődött, hogy abba hagytam a munkát, honvédségnél dolgoztam utoljára, és 2018-ban. És hát több szabad időm lett, és így elhatároztam, hogy hát van, aki lepkéket gyűjt, de pénzt is gyűjtöttél. Hát igen, azt abba hagytam, mert... És beáldoztad a következő könyvet, erről majd később beszélünk. Most a 90-es évek, ugye, ami igazából most szóba kerülhet, nagyon nagy megpróbáltatást jelentett sok rendőr számára és a te számodra is. Neked hogyan kezdődött a kálváriát, ha szabad ezt mondani? Igen, hát 1985-ben elküldtek egy vezetőképző iskolába, Budapestre. Olyan személyekkel tanultam, mint Orbán Péter, későbbi országos főkapitány, meg hát több ilyen neves személyiséggel, és akkor megírték meg előtte, hogy kapitányságvezető leszek, ha elmegy az előröm nyugdíjba. Vilszas József elismert nyugdíjba 1990. február 1-én, és hát évoda várományos. És mit ad Isten, jött egy parancs, egy írásos parancs a belügyminisztertől, hogy Operász László lesz az új kapitány. Mint ejtőernyős, ugye? Mert igen, ő nem rendőr volt, hanem a pártvonalon teljesített. Hát mindenki megdöbbent, még a megyei főkapitány is, mert nem tudott róla. Az igazsághoz tartozik, hogy Horváth István belügyminiszter, hát végig pártember volt, hát ő volt a központi bizottság titkára is, és hát ő protezsálta be az apparát, elvtársat. Hát igen, akkor az MSZNP megszűnőbe volt, és Operász László, aki a jó ismerősön volt egyébként, hát megpályázta, tudtunk nélkül, belügyminiszteren keresztül. És mivel hívta föl magára a figyelmet, hogy robosztus, hát igazságszerető, nem felelt meg, jogviselt ember volt? Vagy? Nem felelt meg ő semmiképpen. 51 éves volt, tehát a 35 éves korig lehet felvenni hivatalosan állományba embert. Egy hiba. A másik pedig egészséges embereket vesznek föl. Hát ő vastagon el volt az. Két hiba. Nagyon sok betegsége volt a prászászónak is. Most ő sokáig regnált, mint kapitány, vagy pedig? Nem regnált ő. Nem is regnált? Nem. Ez amikor decemberben megjött a parancs a kapitányságra, és akkor nézzük, hogy kinevezte a belügyminiszter rendőrkapitánynak Ajkára, felborásai hatája, tehát még volt idő, egy kevés idő, és ezen az egész állomány meg volt döbbenve, hát nem ezt várták. Én 26 éve voltam akkor már rendőr, és vezetőben osztásit ötöttem be, kapitányhelyettes voltam, és hát azt várták, hogy én leszek. Én magam is csalódtam, és hát a Dunagét ügy, amikor jött, az mentett engem meg. És így lettem én kapitány. Vagyis azt jelenti, hogy a akkori belügyminisztert menesztették. Hogyne, persze. És neked szabad hát utad. Persze, hogyne. A Dunagét ugye az egy kemény ügy volt. Ugye a Gottmann 23-án megszületett az alkotmány. Ez amikor ellenzéki képviselőket figyeltek meg. Igen, pontosan, igen. A 3x3-as. Eszközökkel, még a 3x3-as. Akkor még volt, és az a 3x3 az január 10-én megszűnt jogutód nélkül. Most ez jellemző mondjuk arra a korra, de más bajok is voltak. Például ugye már, mint kapitány, téged is megvádoltak azzal, hogy nem teljesíted a parancsokat, holott erről szó se volt. Hát miről is volt szó tulajdonképpen? Ez autómentés, ugye, az, ami igen, a középpontú téma. Ez később volt, ugye, amikor kinevezte kapitánynak, 1990. február 1-ével, minden rendben volt.
Ment szépen a munka, ugye, ahogy korábban ment, jó csapattal. 3 év után, tehát 93 év elején, tehát lehetőség volt arra, hogy a rendőrök végezhessenek másodállást. Ez jó volt, mert kevesebb fizetést is kaptak, és hát ez így jobban megélt a család. Én engedélyeztem 3 rendőrnek a másodállást, mivel lehetősége volt rá. 2 rendőr kért autómentésre, 1 pedig személyszállítással. Ez azt jelentette, hogy szabad időben rendesen vállalkozóként működhettek, adóztak rendesen, és ez ment szépen. Most Ajka amúgy sem volt akkoriban elárasztva autómentőkkel. Abszolút, de nem volt autómentő, ez azért is volt jó, mert sok autót leszereltek, lelopt az utcén, hogy autókat leszerelték, lelopták az alkatrészeket, és hát az így jól jött, hogy ezek az autómentősök behozták biztonságosságra az autókat. Igen, de hát ez a jó világ csak addig tartott, míg a belügyminiszter meg nem tiltotta. Igen, Budapesten egy-két egy ember visszaélt ezzel a vállalkozással, a lehetőséggel, és országosan a Pintér Sándor országos kapitány elrendelte, hogy minden nemű ilyen tevékenységet meg kell szüntetni. Én közöltem a rendőrökkel, hogy sajnos ez van, a belügyminiszter, és a főkapitány így döntött, és hát ők reklamáltak, hogy beruháztak komoly összegeket. Hiteleket vettek, ugye? Vettek fel, igen, és mondtam, hogy nem tettek semmit, úgyhogy szüntessék meg. Családtagok továbbra is csinálhatják, és... Na, de ők visszaéltek ezzel a lehetősége, ugye? Igen, igen. Hát, gyakorlatilag részt vettek ebben az autómentésben. Nekem mikor jelentettem, értesem, hogy továbbra is csinálják, én berendeltem őket, és még nektek fanyit vett, hát én kiszoktam fanyit, és szoktam ki, tehát ez is bizonyítja azt, hogy én nem megedéztem. De itt nem ért véget a történet, ugye, ami a bíróságon végződött. Igen. Hát ennek ellenére, ugye rendőrfelségek bejöttek hozzám, és próbálkoztak ők is, nekik is azt mondtam, hogy hát nem lehet. Állítólag rögzítették is a beszélgetést, nem? Igen, ami igen. Aztán nem került elő, igen, tehát, és így kompromittálnak téged. Az ügyészi kiagatáson én azt kértem az ügyésztől, hogy most játsszuk le a magnószalagot, és nem volt, akkor nem tudtak lejátszani. Tehát a döntő bizonyíték elmaradt, igen. És végül is a megyei rendőrkapitány, vagy az állam volt a felperes a peredben? De a megyei rendőrkapitány képviselte, ugye? A Pintér Sándor utasítására jelentett fel a megyei főkapitány. Tehát Pintér Sándor. Tehát a háttérben az akkori belügyminiszter, igen, állt. Zárójel nyílik. Pintér Sándor ettől kezdve nem tartozik a kedvenc rendőreid, vagy bürokratáid közé. Hát most már nincs harag, idő után nincs harag. Nincs, hát ő is megkapta ugyanazt, amit én, hát 93-ban, mikor leváltotta a Kunce. A Kunce Gábor leváltotta, igen, de hát azóta már 6. ciklusát tölti, ugye, mint belügyminiszter, tehát nem, nem nevezhetjük bukott embernek. Abszolút nem. Mivel érhette el ezt a bizalmat, hogy a rendszertől függetlenül bíznak benne tulajdonképpen? Hát ezt tőleg kell megkérdezni, ezt én nem tudom. Mindenesetre veled szemben úgy tűnik, akkor pert veszített. Hogyne. És ezt hogyan hálálta meg, vagy hogyan köszönte, vagy bosszút állt, vagy mi volt a reakciója? Nem, hát az volt, amikor a bíróság felmentett első fokon, az ügyészség fellebezett, a főkapitány elment a ítélettel a Pintér Sándorhoz, és hát mondta, hogy most mi legyen. Hát ártatlan vagyok, felmentett a bíróság, tehát vissza kellene helyezni a régi helyemre. Hát a Pintér Sándor elolvasta az ítéletet ugyan nagy vonalakba, és azt mondta, ez a bíró ítélet nem megalapozott, rá nyilatkozta. Ennyire. Tehát egy nulloda, vagyis hogy neked? Annyit mondott a főkapitánynak, a megyei főkapitánynak, hogy rehabilitál mindenbe. Én vártam, ugye újság... De még a kártérítésedre se válaszoltak az igényedre, tehát igazából ez... Semmi nem változott, és nekem rengeteg pénz kiesett, tehát elkezdett volt a fizetésem, perköltség, ügyvédi költség, egyéb más kiadásom is voltak, meg hát a sajtó hát lehozta ugye a... Az ártatlanság véleme, ugye? Igen, igen. Ez amit sérelmez el, hogy rögtön bűnösnek kiáltottak ki. De most az a baj, hogy... Már volt olyan kollégám szerintem, ma is újságot ír, aki azért óvatosan bánt ezekkel a megállapításokkal. A Naplóban olvastam olyan cikket, amik viszonylag korrektek tűntek számomra. Tehát nem elfogult a belügy irányába. Te erre emlékszel?
Nem. Hát akkor ezt hagyjuk. Akkor én úgy olvastam, mert ismerek téged, és kívántam olvasás közben, hogy nehogy kiderüljön majd. Nem is derült ki persze, nem is derülhetett ki semmi turpisság. Na most hogyan viszonyulsz azóta a rendőrséghez? Hát pozitívan teljes értékben. Hát a rendőrség összességében nem tért arról, hogy egy országos főkapitány ezt a dolgot művelte. Még annyit, hogy az átadatlanság vélelme már nem érvényesült, míg azt se várták meg, míg az ügyészi vádirat elkészül. Akkor már felmentettek, és más beosztásba jeztek. Én még örülhettem neki, mert sok több társamat le is tartóztattak hasonló dolgért. Igen. Nem az akkori intézkedések védelmében mondom, de az alacsony fizetések szinte kiváltják a korrupció bizonyos fokát. Tehát lehet, hogy voltak korrupt rendőrök akkor, nem? Hát én nem tudok róla nálunk, ez Budapesten jó, volt nyilván. A korrupció az, amiben mi kimaradunk. Igen. Most a kalandjaidat meg is írtad a Zsaru Sors című könyved, vagy a Pintér Sándorral való kapcsolatodat. És ha valaki utána szeretne nézni ennek a pernek, ebben is talál valami olvasnivalót. Viszont az első könyved, most térjünk az írói munkásságodra, az a Hamusics ügy volt, ami kimondottan ajkai. Ez is kimondottan ajkai történet. Miért esett rá erre a választásod? Azért esett rá, mert Hamusics ügy az egy állandóan félszínen lévő ügy volt. Sokat beszéltek, még beszélnek ma is róla. Ez egy nagy ügy volt abban az időben. És sok volt a rémhír. Olyanokat terjesztettek erről az emberről, hogy kutat pérkezett meg azokat pusztítottak el TSZ-eknél. Hát igen, egy ártatlan vonatkisiklatásból ugye. Az mondjuk az igaz volt. De a köznyelv az hajlandó hozzátenni. És annyira kíváncsi voltam én magam is, hogy mi történt ez a bányász csapat, aki 1960-ban összeesküvés szerveztek a rendszerrel. 10 éves évfordulón, ugye? Igen. Hogy mi is volt tulajdonképpen, és hát vettem a fáradtságot, és elmentem a levéltárba, és előkerestettem a bírósági iratokat. Hát egy olyan jó két nagy doboz paksaméte volt, és hát abból két nap alatt átrágtam. Hát ez sikerült sűríteni, igen tartalmas a könyv, tehát dokumentum részletek, idézetek vannak benne, nagyon alapos munkák. Dicsérték, Franciaországban is elvitték a könyvet. És hát onnan is kaptam pozitív visszajelzést, sőt... A családból valaki családból megszólalt? Is, igen. Hát fel akart jelenteni a Hamusics János fia, aki Franciaországban él, és a Kádár Figyes jogászprofesszor beszélte le, hogy ne jelentse fel, mert a kényeken alapuló dolgok. Ilyen Kádár Figyes ugye szakértője volt. Hogyne, igen. Eseményeknek. Most egy pici ugrás, igen. Úgy gondoltad, hogy a saját életedről is kellene valamit... Sok van benne a saját sorsomban. Eseményeket is feldolgozol benne. Igen. És utána jött megint egy ilyen 56-os... Nem 56-os, hanem az Ákos időszakból. Jó, ez későbbi, bocsánat, igen. Igen, 52-53, Balaton, Almádi és Vörösberényi fiatalok, diákok hatalan szerveződtek össze, és hát sajnos kémkedtek is, fegyvereket gyűjtöttek össze, és a 6 fiatalból 4-et halálra ítélte a katonai bíróság. 2-t ki is végeztek. Találkozhatunk még ma is egyikükkel, ugye, akik a környéken, és a könyvben szerepel, 92 éves Hatvári Hugó Jenő, igen. Igen, hát őt megfelkestem többször, és nagyon sokat segített a könyv megírásába, tehát adott információkat, adatokat. Igen. Meg hát felmentem Pestre, és ott a levéltárba kutatta meg az anyagot bírósági iratok alapján. Igen, behátos lett a levéltárakba, ugyanígy a Gyilkosok és Áldozatok című könyved is erről tanúskodik. Ez miről szól tulajdonképpen? Hát régi híres bűnügyekről, tehát ami Farkas Helga eltűnése, Adóta Sert meg a tettes. Igen, van meg kettő, ugye? Két olyan? Igen, két olyan, igen. Szentendre 6 gyilkosság volt benne, és az sincs meg. Igen. Érdekes ügyek vannak benne, meg hát a levéltárban mit találtam. Egyébként kitehetnénk rá a 18-as karikát, mert én elolvastam, de hát ha valaki az való élettel akar végül is, találkozni, végül is, a borzalmakra kíváncsi, bocsánatot kérek, de akkor elolvashatja ezt a kérdést. Van benne egy kitétel valahol, hogy... Igen, itt vagy kizárólag erős idegzetű felnőttek számára ajánlott, tehát bocsánat, azért ezt...
hát, veletettük. Látszik, nem ők elég idegesítettük, de hivatástudatból el kell tolvajra ezt a könyvet. Most én elég gyásan írtam, tehát a bírósági alapján. Hát ezek valóságos igen, kvázi jegyzőkönyvszerűen. Itt azonban nem áll meg a henger, úgymond a hercegféle henger, igen, mert már kiadás előtt áll egy könyved, aminek utaltunk az elején, hogy eladtad a érmegyűjteményedet. Nem, a bélyeggyűjteményedet. És egyéb anyagi áldozatokra is képes vagy, hogy kiad ezt a könyvet. Igen, ezt most össze szeretném kiadni. Sajnos a gyomdai költségben nagyon megemelkedett, a papír is, meg hát egyéb más költség, és hát sokba kerül. Az idő ellene dolgozik, mert mindig mennek fölfelé az árak. Igen, igen, sajnos. Miről fog szólni ez a könyv? Hát ez a várpoltai és a veszprémi eseményekről szól, 56-ban mi történt. De szó van benne Devecserről is, egy kicsit meg Ajkáról is. Nagyon sok település benne van. Jó, itt harcok nem voltak, ugye? Csak nagyobb rész a várpoltai és veszprémi eseményekről szól, mert fegyveres harcok folytak. Igen. Magyarországon, Budapesten kívül csak e két városban voltak fegyveres harcok. Főleg Veszprémben komoly harcok folytak, harckocsikkal, repülőgéppel, minden eltámadták a magyar honvédséget. Hát a honvédség is a felkelők oldalán állt, mind a három alakulat. És hát ott komoly harcok folytak, sokan meg is haltak. Igen. Magyarok hát, részéről is, és a szovjetek részéről is. Itt Ajkán nem voltak harci cselekmények, bár gondolhatná az ember, hogy itt egy csomó munkás zúgolódhat, vagy összeállhat, könnyű lenne megszervezni egy felkelés fili, de ez mégsem történt meg. Nem, itt Ajkán békésen zajlottak az események. A könyvemben írom is, felvonultak, demonstráltak, ennyi volt az egész. El akarták foglalni a rendőrséget, egy szűk csoport, de a rendőrség hát nem adta meg magát. Nem volt nehéz ennyi volt megvédeni egész. Magát, nem, gondolom nem volt olyan intenzív. Nem, egy vajat volt és egy géppuskát kitoltak az ajtóba, elég és volt. Hát visszavonultak a felkelők. Úgynevezett felkelők. Igen, igen. Igen. Na most befejezésül beszéljünk egy kicsit a utána következő könyvedről, tehát ami még nem kiadás előtt áll, hanem inkább az anyaggyűjtés fázisában, az miről fog szólni? Ez már akkor a hatodik. Igen, az veszprémi eseményekről fog szólni, Brusszai Árpádról, annak az életútjáról, továbbá a forradalmi tevékenységéről. Azt tudott, hogy ő tagja volt a forradalmi bizottságnak Veszprémben, megyei bizottságnak, és hát az utolsó előtti napon november 3-án lett a forradalmi bizottság elnöke, és hát erről szeretnék írni, meg az utána lévő megtorlásokról. Az ismertes, hogy katonai bíróság elítélte veszprémi bizottság tagjait. Életfogytiglanra, ugye? Igen, hát 12-en voltak, és ebből 6 katonatiszt volt, egy rendőr főkapitány, és a Brusszai Árpádot életfogytiglanra ítélték, a Győri Katonai Bíróság úgy ítélte el, hogy életfogytiglant kapott, és Papp János nem tud belenyugodni, elment a legfelsőbb bíróság elnökéhez, Domokos Józsefhez, és kérte a halálbüntetést. Amit és végre ekkor, is hajtott. És ekkor felállt egy 5-tagú katonai bíróság, és 3-2 arányba döntöttek a halál mellett. Ezen múlik egy ember élete. Brusszai Árpád életét már sokan sokféleképpen feldolgozták, igen, ezt már említettem a múltkor is beszélgetésünkben. Mégis mi adta az erőt vagy az indítatást arra, hogy te azért olyan dolgokra is rá fogsz világítani talán, amik eddig nem voltak hát eléggé hangsúlyosak? Én megmondom őszintén, hogy én büntetjogi szempontból szeretném ezt kidomborítani, hogy mégis mi történt. Úgy tehát amolyan per újra felvételszerűt? Hát talán. Nagy képűen kicsit igen, fogalmazott, persze nyilván igen, nem erről van szó jogilag. Én megmondom őszintén, hogy még korábban mentem Veszprémben Brusszai Árpád utca, nem tudtam, hogy ki volt ő tulajdonképpen, és később így olvasgattam, hallottam róla, és a kíváncsiság vezélt arra, hogy megismerjem jobban családját is, meg hát a cselekményét. Hát én sokat értem Veszprémben, nyilván sokkal több ünnepségbe bele botlok, úgymond, ami Brusszai Árpád tiszteletére rendeződik. Érdekes hallgatni téged, hogy viszont Ajkán, vagy talán más városokban is, ez nem annyira kézenfekvő. Nekem valahogy szimpatikusra vált az ember,
a maga a sorsa. Tanárember volt. Igen, igen, és klasszika filológia. Filológiát tanított, tanult is tanított, és hát a Borassi professzornak volt ő a tanítvány, a borrasztó művelt ember volt, és hát nagy jövő előtt állt, tehát a 34 éves ember. És amikor kivégezték, 59. január 9-én kislányát, hát egy kislányt hagyott hát a 3 éves Margitkát. Hát vele is szeretnék majd beszélni, de a dédunokájával, tehát a családjával is. Mi könnyíthetné meg ezt a kutatást, vagy mi nehezíti éppen, mert ilyenről is beszélgettünk, hogy hát, nincsen rózsákkal ki, vagy övezve az az út, amin haladsz végig. A Brussonyi féle iratok fel vannak Budapesten 6-5-re levéltárban. Nagyon nehéz bejutni oda. Én az engedélyt megkaptam támogatói nyilatkozatokkal, és kaptam időpontot is, de augusztus 20-ától mehettem volna kutatni, és kaptam egy e-mailt, hogy hát tetik okok miatt nem tudnak fogadni. És most szünetel a kutatás. Hát várom, igen. Várom, hogy mikor mehetek. Sajnos csökkentek az erre fordított pénzek is, én úgy hallottam. Családod mit szól ahhoz, hogy ilyen bogarad van neked, hogy itt nem a szőlőben tevékenykedsz, hanem a számítógépet? Elfogadják. Kínzod. Elfogadják. Örülnek neki. Mások támogatnak családon kívül ebben? Senki, nem, nem. Anyagi támogatást nem is kértem. Saját erőből adtam ki a könyveimet. Nem volt könnyű, mert hát nagyon költséges a kiadás, és hát bevételem ebből abszolút nem volt. Örültem neki, hogy közel voltam a nullához. Igen. Hát ez egy elég költséges hobbi, de ezek szerint a lelkednek viszont jót tesz. Hát én valahogy megnyugszom ilyenkor, és elkezdek írni, akkor nekem nincs, csak az van, ami, az a világ. Beleélem magam, és nagyon szeretem. Én jól fogalmazok, és középiskolában is, főiskolán is mindig engem bíztak meg, ha valamit szerkeszteni kellett. A főkapitány, amikor voltam titkárságvezető, az összes anyagát mindig én írtam meg, és ott is publikáltam. Belgő szemlében nagyon sok cikkem megjelent, tanulmányom, hát közel 20-30 év alatt, de az mind szakmai volt. Szakmai jellegű. Tehát a szakmának írtam, nem a közvéleménynek. Ez viszont az élet. Igen. Így viszont most szabadon írhatok. Betartva bizonyos szabályokat.